Halló, sziasztok! Engem Jancsó Gergelynek hívnak, és itt van velem Tóth Balázs. Sziasztok! Ez egy új videósorozatom, aminek az első részében üdvözöllek titeket. A Hogyan lettem fotós címet viseli ez a videósorozat, ahol fotósokat fogok nektek bemutatni, és akik elmesélik a sztoriukat, hogy hogyan lettek fotósok ők. Mert nagyon sokszor teszitek fel azt a kérdést, és biztos neked is, Balázs, hogy hogyan lehetünk sikeresek fotósként, akár tök mondjuk az, hogy most hobbi, vagy az most vállalkozásként, szakmaként tekintünk rá, és csak klisékkel lehet erre válaszolni. Viszont szerintem, ha elmondod, hogy hogyan lettél fotós, és majd többi utána következő kolléga is elmondja, hogy hogyan járta be azt az utat, hogy már elért oda ahova, akkor szerintem abból nagyon sokat fognak majd meríteni a nézők is. Úgyhogy te leszel most az első áldozat, és Balázs el fogja mesélni, hogy ő hogy lett fotós. Szóval Kadarkai Endrét nem tudom, ismeritek-e, ugye a legtöbb magyarországi hírességgel, színészekkel készít interjút, és mindig úgy kezdi a mély interjúit, hogy feltesz kb. 10 vagy 12 kérdés, néhány kérdés, ilyen villámkérdést, amire csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Nekem az annyira megtetszett, hogy úgy gondolom, hogy ebben a sorozatban ezt én is fogom követni, hogy összeírtam neked 8 kérdést, amire csak igennel vagy nemmel válaszolhatsz, utána pedig Balázs el fogja mesélni, hogy hogyan lett fotós, csak kíváncsi el ezekre, mit fogsz válaszolni. Mehetnek? Remélem. Jó. Az első kérdésem, hogyha visszamennél az időbe, akkor fotós lennél-e? Igen. Második, 10 év múlva is szerinted a fotózással fogsz foglalkozni? Igen. Harmadik, volt már rá példa, hogy nem voltál elégedett az átadott fotókkal az elmúlt egy évben? Nem. Zavarba tudnak hozni fotózások alatt azok a modellek, akiket fotózol? Nem. Szerinted az emberek szemében te drágán dolgozol? Igen. És a te szemedben? Nem. Volt-e már olyan ügyfeled, akiről sehogy sem tudtál egy épkézláb fotót elkészíteni az elmúlt egy-két évben? Nem. De ezek mind olyanok, hogy még magyarázni kéne. De ez itt nem lehet, ez a lényege, nem lehet. Majd kifejteted. És az utolsó, 8., hogy az elmúlt egy évben volt-e már olyan pillanatod, amikor komolyan fontolóra vetted, hogy abba hagyod a fotózást? Igen. Jó, hát ennyi is lett volna ez a 8 eldöntendő kérdés, de az utolsót kifejtetted, hogy mi volt ez a pillanat, amikor átgondoltad, hogy nem, lehet, hogy nem biztos-e, hogy fotózással kell neked foglalkozni. Szerintem mindenkinek az életében, aki vállalkozó, vannak ugye kimagasló csúcsok, meg vannak hullámvölgyek, és néha ezeket nem lehet egyszerűen megmagyarázni. Tehát, hogy hiába tolod ezzel a marketinget, mindenhol ott vagy, mindenki tud róla, de egyszerűen valahogy úgy alakulnak az események, hogy nem annyira jönnek be azok a megrendelések, amikre számítottál, voltak fixnek vélt munkák, fixnek vélt ajánlatok, amiket teljesen elkönyveltem, hogy biztosan mi fogjuk kapni, aztán a végén mégsem. És amikor ezek így egymás utánba összegyűlnek, és mondjuk egy 2 hónapos időtávban így folyamatosan ott vannak, akkor úgy nehéz pozitívnak maradni olyankor, hogy ugyan lendíteni rá, hogy nem lesz ez olyan gond, majd újból fellendül. Csak amikor sorozatban kapod az arcodba, valamilyen oknál fogva, amit meg se tudsz igazán magyarázni, és hiába fizetsz meg méregdrágán tanácsadókat, hogy segítsenek már megfejteni, hogy mitől lehet ez, és ők is csak szétteszik a kezüket, akkor úgy elbizonyítanik az ember, hogy ez biztosan jó ez az irány, amit csinálok. És aztán a legtöbbször érdekes módon akkor kezd el újból felendülni, amikor úgy elbírod engedni. Amikor azt tudod mondani, hogy tudod, mit nem érdekel. Lesz, ami lesz, majd csak alakul. Eddig is volt valahogy, és ahogy így elbírtad engedni ezt a görcsös dolgot, nekem jellemzően ilyenkor szokott beakadni egy-két ideg a hátamba, úgyhogy ilyen fél egy évente fixen tudja, van egy bizonyos csontkovács, akihez ilyenkor szoktam menni, ő kinyekegtet, és akkor valahogy az egy olyan pont, amitől úgy érzem, hogy mostantól megint jó lesz, és ez így is szokott lenni. De valóban olyankor elgondolja az ember, hogy nem lenne sokkal kényelmesebb ott ülni egy fixálásban, tudom, hogy minden másodikán fog érkezni az a bizonyos összeg a számlámra, és nagyon nem kell aggódnom érte. Aggódjanak érte mások, hogy megy a cégnek, én azt tudom, hogy én fixen megkapom azt, ami nekem jár. És Balázs, neked honnan indult a karriered? Tehát, kezdjünk nagyon a kezdetektől. Hogyan jött neked a fotózás? Tiéd a szó. A fotózás az életemben a másik hobbim, az extrém mountain bike kapcsán jött be.
mert meg akartuk örökíteni azt, hogy mi ott ugratunk, meg lehetetlen helyeken megyünk le az erdőben, és ez bizony kellett egy gyors gép. Mert apukám hazahozott egy 2 megapixeles ilyen kis Canon kompakt gépet Japánból, akkor az valamilyen csúcs dolog volt, hogy úristen 2 megapixel és mennyire jó. És nagyon szerettük is ezt a kamerát, még videót is fel tudtunk vele venni, szerintem ilyen 640x480-as csodákat. Egy 8 megabajtos CF kártyával érkezett ez a szerkezet, amire elfért nem tudom, 80 fotó kb. És ugye azzal próbálgattuk egymást fölvenni, de hát ugye ezekkel, főleg a régi kompakt gépekkel az volt, hogy lenyomod az exponáló gombot, és egy ilyen 2-3 másodperccel később készíti el a fotót. Ez amikor az ugratón valaki kiugrat, és mondjuk a levegőbe egy gyorsan elengedi a kormányt, és ezt a pillanatot próbálod meg elkapni, hát ezt ugye nem nagyon lehet megcsinálni. És akkor volt ez ugye 2005-t írunk, amikor én az első tükörreflexes digitális gépemet megvettem, ez egy Nikon D50-es volt, 6 megapixeles, csoda. Nagyon-nagyon szerettem, de ugye ezzel már, amikor az ember nyomta az exponáló gombot, szinte minimális átfedéssel, de egyből el is ütötte az expozíciót, meg akkor utána olvastam, hogy még miket lehet itt csinálni, hogy külső vakukkal ki lehet világítani az erdőt, ugye ez még csak maximum, azt hiszem 1600 ISO-t tudott az a váz, már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy az volt a max, és azon már olyan zajos volt, hogy vállalhatatlan volt az egész. Tehát valamilyen módon ki kellett világítanom az erdőt, és akkor vettem ilyen külső vakukat, és... De aztán télen, meg amikor éppen nem bringáztunk, akkor azért másra is próbálgattam ezt a gépet használni, ugye abszolút hobbi szinten volt ez a dolog, ilyen érdeklődés. Ez hány év alatt folytatódott így le? Ez egy olyan 2005-től... Hát még később is tartott, de ilyen hullámvölgyek voltak akkor, mert én ugye 2005-ben mentem a Corvinus Egyetemre pénzügyesnek tanulni, és ott az iskola mellett kezdődött el a fotózás, de ugye akkor még egyetemistaként nem volt túl sok pénzem, mert ott volt mert az Extreme Mountain Bike is, amire szintén rettentő sok pénzt kell költeni, mert állandóan leszakad valami alkatrész a bringádról. Úgyhogy nem volt túl sok megtakarított pénzem, ez miatt nem is tudtam nagyon fejleszteni a fotós felszerelésemet, de kit objektívvel, meg egy-két vakuval elég jól el voltam. És aztán az egyetem végeztével, ugye ez 2009-ben kezdtem el már dolgozni, és még otthon laktam, tehát volt egy csomó megtakarított pénzem, abból elkezdtem fejleszteni a fotós felszerelésemet, és akkor már még több dolgot ki tudtam próbálni. Ott ismerősi körben volt, hogy aki tudta, hogy fotózok, akkor megkért, hogy készítsek róla egy pár fotót, csak úgy elmentünk az erdőbe pár ilyen portréfotó jellegű dolgot csinálni, meg otthon a lakásomban, fehér fal előtt a rendszervakukkal, nem tudom, ráhúztam ilyen pukkalós papírt, hogy megszórja a fényét, meg a sarokba lőttem, meg amúgy egészen jó képeket csináltam már. Megvannak ezek a fotók? Fú, valahol meg, de most jó, nem megvannak, meg akkor meg tudjuk mutatni. Valahol meg kell, hogy ezek legyenek. Tehát már egy ilyen kezdeti, ilyen kis próbálkozás volt az egészből, és akkor jöttem rá, hogy igazán azok a fényképek érdekelnek engem, ahol valamilyen módon az emberek látszódnak a képeken. Valahogy nem kötött le annyira egy tájfotó, egy épületfotó, interjőr, nem tudom miért. Nekem valahogy, ha egy tájfotót láttam, akkor is abban az volt érdekes, hogyha ott látszódik egy ember, aki mondjuk mászik a sziklán, vagy ott sétál a fák alatt, hogy tudjak viszonyítani, hogy ott ahhoz képest mekkorák ezek a dolgok. Ez a portré vonal, ez egyre jobban felerősödött bennem, hogy ez az, amit úgy szeretnék csinálni. Ugye nem csak technikailag, hanem az emberi része is nagyon elkezdett érdekelni. De itt már ugye dolgoztam, mint közgazdász, tehát volt egy fix állásom 8 órában, tehát hogy a szabadidőmben foglalkoztam fotózással, és akkor alakult úgy, hogy a lakásom, amit béreltem, annak a hálószobáját átadtam alakítani egy kis mini stúdióvá. Ez egy ilyen 270x5,5 méteres kis szobát képzelje el, ami ugye nem túl tágas, úgyhogy kifestettem az egészet grafit szürkére. Ez igazából a hálószobája volt annak a lakásnak, tehát átraktam az ágyat a nappaliba, és a hálószobából meg kilakítottam ezt a kis mini stúdiót. És ott kezdtem el így egy ilyen nagyon alap, valami kínai vakuszettel, amit már nem is tudom honnan szereztem, így világítgatni, próbálgatni ezeket a dolgokat. De hát persze 1000 korlátba ütköztem bele a fényképezőgépem, akkor már egy D7000-es volt. Meg hát ezek a kínai vakuk volt, hogy az egyik majdnem rádölt az egyik emberre, meg nem sült ki akkor, amikor kellett volna, meg tudod, ez a... Hát a kínaiak.
Szóval rettenet kínszenvedés volt az egész, és emiatt nem is tudtam annyira élvezni, meg nem is tudtam annyira az emberre koncentrálni, mert állandóan a felszerelésemmel volt valami probléma. Akkor éreztem azt, hogy már annyira érdekel a dolog, meg annyi ember érdeklődik az iránt, hogy én mit csinálok, hogy itt most vagy beleinvestálok egy minőségi felszerelésbe, vagy pedig hagyom az egészet inkább, ugye, ahogy van, és nem foglalkozom ezzel a portré vonallal. De akkor te közgazdászként már dolgoztál. Én már dolgoztam, és mellettem ment a fotózás. Így van, ez abszolút ugye a munka után, meg a hétvégén, éjszakában nyúlóan foglalkoztam ezekkel. Én magam képeztem magam, tehát ilyen online oktató videókat, könyveket, blogokat olvasgattam, meg ugye gyakorolgattam a kosárlabdámon például a fényeket, ahhoz állítgattam be. Úgyhogy elég sok mindent így magamnak kísérleteztem ki, szerintem nem is nagyon lehet másképpen. Most ott van egy könyvben, meg megnézed a videóban, én is meg tudom csinálni, persze. Csak aztán, amikor oda kerülsz, akkor meg úristen, hogy is volt ez pontosan? De hogy jön ez a pont az ember életem, amikor azt mondod, hogy na, én most csak ebből szeretnék élni, az egy nagyon nehéz kérdés, mert az én saját baráti körömben, a saját szüleim nem hittek abban, hogy ebbe igazából itthon lehet karriert csinálni. Ugye a közgazdász vonal az elég jól ki van taposva, ott lehet tudni, hogy olyan 400-500 nettókat azért úgy meg lehet keresni, hogyha a jó helyre elkerül az ember, és abból azért elég szépen lehet éldegélni. Míg a fotózás az egy teljesen bizonytalan dolog, főleg, hogy ugye senki nem akar rá költeni, legalábbis ez az általános vélemény az emberek fejében, hogy hú, itthon ebből nem lehet megélni. Ezt és hányszor hallottad ezt a kifejezést? Ebből nem lehet itthon megélni. Én meg ugye bennem mozgott ez a közgazdász véna, meg mindig is érdekelt, hogy valami vállalkozást csináljak, és gondoltam magamban, hogy nem hiszem el, hogy nem lehet itthon ebből megélni, mert hogy megnéztem, mi van külföldön, ott hogyan csinálják azok, akik igazán nagy nevek, és azt is lehet látni, hogy igazából nincs nagy különbség, ott is ugyanúgy ott vannak az olcsó fotósok, meg vannak a kiemelkedők. Azt kezdtem el vizsgálni, hogy ezek a kiemelkedő fotósok mitől annyival jobbak, mint a többiek, és mitől kérhetnek el sok ezer dollárt azért, amit csinálnak, ami gyakorlatilag ugyanaz, de közben mégsem, mint amit az olcsó fotósok csinálnak. Tehát ilyen pénzügyes szemmel, közgazdás szemmel kezdtem el vizsgálni a fotózást, mint vállalkozást, és arra jöttem rá, hogy az lesz az igazán nyerő út, hogyha én nagyon-nagyon leszűkítem a fókuszt, hogy mivel foglalkozom. Eddigre én már egy pár ilyen baráti párnak az esküvőjén fotóztam, csak úgy az ott az ajándékom, tudod, hogy én elvittem magammal a kamerámat, és akkor ott a hivatalos fotós mellett fotóztam, amit persze nagyon nem szeretett, de lopom a beállításait, nem így volt amúgy. Csak amikor jöttek ezek a visszajelzések, hogy ugye volt a profi fotóstól kapott album, meg amit tőlem kaptak ajándékba, és akkor azt mondták, hogy aha, akkor ezt hagyjuk, és akkor majd inkább ezeket nyomtatjuk ki, amiket te csináltál, Balázs, mert annyival sokkal jobb képek lettek, mint amit a magát profinak hívó emberünk készített. Hogy te fotóztál akkor esküvőt is konkrétan? Én egy olyan 8 esküvőt azt hiszem a karrierem során lefotóztam. Ezen kívül volt bármi más ilyen fotós kategória, amiben így belástad magadat? Tehát, hogy oké, a headshot és a portrén állapodtál meg ma, klasszik esküt is próbáltál, oké, hogy az emberek, de embereken belül szoció, portré, ilyesmiket? Nem. Én leginkább az alkalmazott fotográfiának a területeit próbálgattam. Ezenben ugye az esküvőt már mondtad, volt egy kis interior vonal is. Még láttad is egy pár ilyen képemet korábban, szerintem elküldtem neked. Ilyen irodákat fotóztam, egy irodabútorokat gyártó cég, őkért fel, hogy a referencia munkáit fotózzam be. És azt is mondtad, hogy amúgy nem is annyira rossz. Ja, de az, hogy most friss, emlékszem. Friss? Tudom. Hát annyira nem friss. Ez már jó pár éves. Na, mindegy, de hogy volt egy webshop is, akinek férfi ruhákat fotóztam ilyen babákon. Tudom, arra emlékszem. Az is egy érdekes munka volt. Ugye ezek mind olyanok voltak, amiket megcsináltam, de tulajdonképpen sehol nem láttál erről kommunikációt az én weboldalamon, sem a Facebookon, se semmilyen más fórumon én ezt nem hirdettem. Csak hogyha mondjuk bekértek referenciát, hogy te amúgy milyen tárgyfotókat csinálsz, akkor arra volt egy összeállított PDF-em, de így egy az egyben a websájtomon nem találtad meg, mert már az elejétől tudatosan szerettem volna leszűkíteni azt, hogy én miről fogok elhíresülni. És ugye ez volt a headshot, amit én igazából magamnak tulajdonítok, hogy ezt a kifejezést én hoztam be így Magyarországra. Nem egy olyan óriási nagy
újdonság, mert egy szűk kivágású portréfotóról van szó, de mégis maga a világítás, mégis az a fajta figyelem, az arc kifejezése, az a fajta figyelem a részletekre, az nem volt meg korábban, legalábbis ebben a szférában, az üzleti portréfotó szférában korábban nem volt. Mert mondjuk a reklámfotókon, meg az ilyen nagy büdzséi produkciókon ott nyilván van 10 ember, akinek az a dolga, hogy arra figyeljen, minden a helyén legyen, és a profi modellek, profi színészek meg el tudják játszani azt, hogy őszintén mosolyognak, vagy őszinte arckifejezéseket mutatnak. Ez az, amit egy olyan embernél, aki nem szokta, hogy a kamera előtt van, ugye nehéz kihozni. És engem pont ez kezdett érdekelni, hogy oké, itt vannak ezek a modellek, őket baromi könnyű fotózni, mert akármilyen szögből kattintod el, az mindig jól fog kinézni. Lőheted őt kőkemény fénnyel, lőheted lágyfénnyel, lehet tiszta árnyék az arca, még akkor is jól fog kinézni, de mondjuk egy 40-50 éves nőt megpróbálsz egy ilyen kemény fénnyel fölülről világítva egy mosollyal lefotózni, sírva fog kirohanni a stúdiódban, az egészen biztos. Tehát azok, amiket a legtöbb ilyen portréfotó workshopon tanítgatnak, azok általában a hétköznapi emberekre nem annyira jól alkalmazhatóak. Én meg ezt kezdtem el kutatni, hogy oké, hogy lehet egy olyan világítást csinálni, ami kortól függetlenül mindenkinek jól áll, és lehet annyira finom hangolni, hogy az minden egyes embernél külön hatást el lehessen beleérni. Úgyhogy ezért kötöttem ki ezeknél a LED lámpáknál, amikkel ugye most is dolgozom. Ez egy ilyen nagyon speciális eszköz, nem is olcsó, de pont amiatt, hogy specializálódtam, ezért megengedhetem magamnak, hogy ilyen felszereléssel dolgozzak. Hogyha mellette csinálnék esküvőt, babamamát, interiört, nem tudom mit, akkor ugye egy akkora eszközparkot kéne fenntartanom, hogy lehetetlen lenne így specializálódnom. Meg nem tudnád az energiáidat fókuszálni. Nem tudod magadat marketingelni. Hogy marketingeled magad, amikor mindent is csinálsz? Kinek adsz fel egy hirdetést? Feladsz egy kutyás fotóval, feladsz egy esküvői fotóval, meg egy interiőrrel? Hát össze fog akadni az egész rendszer. Valaki föltéved a websájtodra, azt se tudja, hogy merre nézzen. Sokkal-sokkal egyszerűbb kommunikálni egy adott irányt. És amikor már az az irány elkezdett jól beállni, akkor utána már lehet egy kicsit szélesíteni, vagy a már meglévő ügyfélkörnek eladni esetleg más szolgáltatást is. Mert addigra már ismernek téged, mert tudják, hogy hogy dolgozol, megvan a kapcsolat, és akkor már lehet horizontálisan szépen kitágítani azt, hogy te még miket tudsz csinálni. Szóval nem bántam meg azt, hogy én azért fotóztam esküvőt is, nem bántam meg, hogy fotóztam interiőrt, mert például van olyan szituáció, hogy az irodában vagy az adott épületen belül kell készítsek egy portrét. És akkor tudom azt, hogy kell ezt úgy interiőr szempontból is megfotózni, hogy az érdekes legyen, és még ugye benne az ember, ez egy külön egy másik téma, és lehet vegyíteni a kettőt. Az megint egy izgalmas dolog. Bár most nagyon gyorsan, hogy is van, lezártuk ezt a szakaszt, nyilván ez ugye 15 év, 2005 óta ugye ez az egész, és nyilván órákat tudnám még mesélni, mik voltak a buktatók, az akadályok is lesz, és majd erre vonatkozóan... Ilyen egyenes úton mentünk végig, semmi görögy nem. Lesz erre vonatkozóan majd kérdés, majd mindjárt, de mégis akkor mai napig 2020-ben eljutottunk oda, hogy van Budapest belvárosában egy stúdió, hogy itt fotózom, hogy magán ügyfeleket, cégeket, headshotok és portékat készítesz. Viszont ugye volt egy olyan kérdésem, hogy 10 év múlva vagy 5-10 év múlva, nem tudom már pontosan, a fotózásba képzeled el még magad? És azt mondtad rá, hogy igen. Tehát most így nagyon röviden összefoglalva, te hol látod magadat 5-10 év múlva? Én azt gondolom, hogy ez az üzleti portré fotózás még mindig gyerekcipőben van itthon. Nem kell olyan nagyon-nagyon nagyot gondolni, meg kell nézni, mi van külföldön, és ahhoz képest mi hol vagyunk. Külföldön abszolút már tombol ez a trend, hogy mutassuk meg, hogy ki van a vállalkozás mögött, mutassuk meg azt, hogy ki veszi föl neked a telefont, tudjál mellé egy arcot társítani, legyen benne az e-mail aláírásba az a fotó, amitől azonnal megszemélyesül az adott ember, vagy az adott munkakör. Ugyanez, amikor a toborzáskor az a durva, most már megfordult a dolog, és nem azok a munkáltatók nézegetik a profilokat, hanem nagyon sokszor fordítva az adott pozícióra jelölt emberek nézik meg, hogy melyik csapatba fognak bekerülni, és végignézik az adott embereket, hogy na, ők lesznek a munkatársaim, és hogyha róluk nincsenek olyan minőségi fotók kint, akkor lehet esetleg, hogy egy másik céget fog választani. Tehát annyi aspektusa van még, ami miatt fontos az, hogy megmutassuk, hogy ki az az arc, aki az adott vállalkozás mögött van, illetve a másik oldalról, hogy a személyiségedet tükröző professzionális fotókat jelenítse meg magadról. Olyan óriási üzleti előnyei vannak, és olyan lehetőségek vannak még ebben, hogy én azt gondolom, hogy ez a piac ez nagyon-nagyon bővülni fog.
erre próbálok én most felkészülni, ezért is csináltam meg a fotós iskolámat, amit most nem véletlenül egy kicsit szüneteltetek, mert hogy megtaláltam azt az embert, akit én kerestem, az én társfotósomat, aki most a Ricsi, és ő végigjárt ugye az iskolámat, meg azóta már együtt dolgoztunk több munkán, és benne meg tudok annyira bízni, hogy átadjam neki egy részét a munkáimnak. Ugyanis csak így tudok fejlődni. Ugye ez művészként ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés, hogy lemondasz arról, hogy az összes minden felett neked kontrollod legyen, márpedig, mint vállalkozó, csak így lehet fejlődni. Az nagyon jól látszik, hogy az elmúlt két évben teljesen elértem a kapacitásom csúcsát. Pont tegnap néztem vissza, 311 fotózást csináltam tavaly. Ugye ezek között nagyon sok van, ami csak ilyen 1-2 fős, de 30-40 fős céges fotózások is vannak benne. Közel 800 embert fotóztam tavaly. Ez azért, lássuk be, egy rövid távon kiégéshez fog vezetni. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem lehet így folytatni, hogy folyamatosan mindig új arcokat fotózni. Muszáj, hogy a munka egy részét átadjam másoknak, és ezzel most már megbékéltem. Tehát azért is nem tudtam ezt gyorsabban elérni, mert ez bennem is egy ilyen érlelési folyamat volt, hogy elbírjam engedni bizonyos részeit a munkának, és tudjam azt is élvezni, hogy én más tanítok be, és azt is tudjam élvezni, hogy valaki más, akit én tanítottam, szintén nagyon jó minőségű munkát tud csinálni az én nevem alatt. Úgyhogy... Tehát bocs, 5-10 év múlva egyébként azt akkor ugyanúgy hogy azt képzeled, nem egy fotós lesz alattam, hanem mondjuk 3-4. De ugyan a headshot-tal foglalkozom. A headshot-tal egész biztosan, és azt gondolom, hogy olyan előtérbe fog kerülni még ez a videózás, hogy valószínűleg abba az irányba is elkezdek majd nyitni. Tehát az előbb mondtam, hogy horizontális terjeszkedés a már meglévő ügyfeleknek, valószínűleg ez lesz nekem is az irány, hogy egyfajta ilyen média ügynökséggé fogok átalakulni, és akkor lesz benne rendezvényfotózástól kezdve minden, amit adnak az adott ügyfélkörnek, akiket amúgy is most kiszolgálunk, még egy sokkal szélesebb palettával tudjuk az igényeit kielégíteni. Pár kérdésem még van itt a Balázsnak, ami szerintem nektek sokat fog számítani. Az első az, hogy Balázs, mi volt karriered legnagyobb hibája? Én tudom, hogy ez a hibák olyanok, hogy ezek segítettek hozzá ahhoz, hogy azzá váljunk, akik vagyunk. Ezt nyilván tisztában vagyok vele. És tehát a hibák meg a kudarcok, azok néha pozitív, sőt mini pozitív irányba mozdítják el az ember. De mégis, ha ki tudna emelni valamit, vagy akár több dolgot, ami karriered nagy hibája volt, ami visszamenni az időbe, ezt nagyon másképp csináltad már, és olyan dolgot mondja, amit a többiek tudnak majd meríteni, és ők próbálják nem elkövetni majd jövőben, mi lenne az? Nekem, amikor elkezdtem a fotós karrieremet, amikor full time 2015. július 1-jel azt mondtam, hogy mostantól csak a fotózással fogok foglalkozni, akkor én azt gondoltam, hogy mivel már addigra volt egy olyan bejáratott ügyfélköröm, már volt egy elég jó kis referencia gyűjteményem, portfólióm, hogy ez nekem sokkal gyorsabban fog menni, mint ahogy azt mindenki mondja, hogy ahhoz, hogy beindíts egy vállalkozást, hogy ez 2-3 év kell. Á, mondom, nekem fél év alatt szerintem ez biztos, hogy menni fog, hiszen nem most kezdem. És ez egy óriási pofárás is volt fél évvel később. Ugye volt, kb. Fél évnyi tartalékom volt, és az úgy volt kiszámolva, hogy forint nem jön be a fotózásból, akkor sem lesz gond. Tehát nem volt hitelem, meg ilyen, ugye akkor nem volt gyerekem, most nincsen még, de hogy nem voltak ilyen kötelezettségeim, hogy amikre gondolni kellett volna magam mellett. Viszont eltelt 8 hónap, nem fél év, 8-9 hónap, és addigra merült ki az összes tartalékom, mert egyszerűen nem tudtam olyan szinten bepörgetni a vállalkozást, mint ahogy sejtettem volna. És szerintem ez egy nagyon nagy hiba, amit sokan elkövetnek, hogy elegük van a jelenlegi munkájukban, azt mondom, én felmondok, kész, és majd azt fogom csinálni, amit igazán szeretek, viszont nincs egy állandó bevételi forrása, és innentől kezdve nagyon rövid távon ki fognak futni a tartalékai, és muszáj lesz visszamenni az állásba, vagy feladni az álmát. Nekem szerencsére ez a 9 hónap volt, ez egy ilyen mély pont, amikor ilyen 3 jegyűvé lecsökkent a bankszámlám kivonata, és az úgy azért elég izzasztó.
amikor emiatt nem mész el, mondjuk egy legény búcsúba például, ezt nem nagyon tudják az ismerősök, de volt olyan legény búcsú, amiről úgy bújtam ki, hogy ne kelljen elmennem, mert tudtam, hogy nincs pénzem arra, hogy fizessem ott az mindenféle szórakozást, meg az italozást. Meg azt is mesélte, hogy vizes zsömlé, meg Párizsinél jó pár héten keresztül. De lecsó volt, lecsó befőtt, anyukámtól kaptam, hogy 30 darab ilyen lecsó befőttet, és azt tettem egész nyáron tarhonyával, tojással, jobb napokon, ugye fizetésnapokon, víslivel. Viccet félretéve, tényleg muszáj visszaadni az igényekből, amikor elkezdi az ember. Ez az egyik része. Másik meg, ami segített ebből a gödörből visszajönnöm, az az volt, hogy a marketing kommunikációmban volt egy ilyen fordulat, amikor előtte azt éreztem, hogy azt kell mindenkinek prezentálnom, hogy én mennyire jó vagyok abban, amit csinálok, hogy én, nézzétek meg, milyen király vagyok, így a Peter Hurley, úgy mennyire jók a képeim. Ezzel nem tud azonosulni az ügyfél. Az ügyfél azzal tud igazán azonosulni, hogy itt van neked egy csomó tipp, ingyen és bérmentve, és ebből nézd meg, hogy én mennyire jó vagyok tényleg. Döntsd el magadnak, próbáld ki ezeket a kis trükköket, nézd meg, hogy én hogy csinálom, betekintést nyerhetsz a kulisszák mögé, és amikor így szakértőként elkezdenek a saját fejükbe felemelni, nem pedig én magamról állítom azt, hogy mennyire jó vagyok, hanem a másik oldalról jönnek a pozitív visszajelzések, na akkor fog tudni igazán beindulni a kereslet irántad. Tehát, hogy ezt én is nagyon sok emberek mondom, és most Balázs is megerősítette ebbe, hogy a fotózás, talán az összes vállalkozás az nagyon ilyen lassú víz, partot most kategória. Tehát nem az, hogy ilyen fél évét, én azt mondom, én általában azt szoktam mondani, hogy megkérdezik tőlem, hogy nagyjából 3 év kell ahhoz, hogy egy fotós karrier mondjuk beindul. És az a 3 év olyan, hogy nagyon aktívan tolod magad előre. Az nem azt jelenti az a 3 év, hogy napi 1 órát ráadozol, az úgy nem 3 év. Az a 3 év úgy, hogy szinte majdnem, vagy akár full time-ba tolod magadat előre, és mindent megteszel annak érdekében, hogy ez egy olyan karrierré, ha mondjuk vállalkozást akar ebből valaki csinálni, olyan karrierré fejlődjön ki, hogy utána ebből tudjon már profitálni. De van még egy-két kérdésem, gyorsan visszanézem. Szerinted jelenleg így a fotózásban mi a legnagyobb gyengeséged, amiben szeretnél fejlődni, és úgy érzed, hogy abban még nem vagy a legjobb? Az a pont, ami azt mondod, hogy na ez a leggyengébb pontom. Szerintem egy igazi művész sosem teljesen elégedett a munkájával, mindig van valami olyan pont, amiben bele tudok kötni. Amiben én szeretnék fejlődni, azok az ilyen nagyobb produkciók, amihez sok embert kell összeszervezni, külső helyszínre kell menni, külső helyszínen kell a lehetetlen fényekből csinálni valami olyat, ami igazán kiemelkedő. Nem csak, hogy úgy lefotózni, mint mondjuk egy esküvőn, hogy úgy oké, legyen nagyjából éles, hanem az úgy legyen belőve pöcre, hogy az nyácsorgatóan nézzen ki mindenkinek. Ez az, amiben én szeretnék fejlődni, ez az, ami baromira érdekel, csak ugye ehhez rengeteg idő, energia, meg lehetőség kell. Nyilván a legjobb úgy fejlődni, hogyha vannak felkérései az embernek, és akkor eleve fizetnek azért, hogy gyakorolja ezeket a dolgokat. De sok-sok fotózást vállalok be a mai napig úgy, hogy valamilyen barter megoldásba, vagy pedig a portfólióépítés szempontjából. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, ez szerintem mindenkinek muszáj bevállalnia az idejéért cserébe munkákat azért, hogy utána tudjon fejlődni szakmailag is, meg az ismertsége is terjedjen az emberek körében. És az utolsó kérdésem, azt most le is zárom a tabletet, hogy mi a sikerednek a legesszenciálisabb kulcsa? Ez nem egy ilyen klisé kérdés, hogy mi a siker kulcsa. Ha egy dolgot kell kiemelni, ami szerinted a legesszenciálisabb alap magját képezi annak, hogy te már eljutottál egyébként ide, akkor mi lenne az? Hogy így egy tulajdonságomat emelném ki, akkor az a folyamatosan a legjobbra való törekvés, azt gondolom. És itt nem csak mint képminőségben kell érteni, hanem az ügyfél számára a legtöbb értéket próbálom teremteni. Ezt lehet érteni úgy is, hogy magában az ügyfél élményben, tehát ő hogy érzi magát a fotózáson, de az is beleértendő, hogy emiatt olyan felszerelést veszek, amivel ő majd a legelőnyösebben tud kinézni. Tehát így mindenben igyekszem a legmagasabbra feltenni a lécet, és ez azért előbb-utóbb meg fogja találni a maga közönségét. Hogyha lehet egy kicsit csalnom, akkor kiemelnék mellé még egy dolgot, mert valahogy én azt érzem, hogy az én sikerem az igazából abban rejlik, hogy
mind technikailag, mind pedig vállalkozás szempontjából próbálom nagyon tudatosan csinálni, amit csinálok. És szerintem a legtöbben ott véreznek el, hogy valamiben technikailag jók, és szeretik is csinálni valamelyik szakákba a fotózáson belül, és azt mondja, hogy hú, ebben nagyon jó vagyok, ebben fejlesztem magam, ebben pénzt áldozok, és minden tök jó lesz, és amikor felemelem a magas szintre, utána kezd csak körbenézni, hogy amúgy ezért valaki fizetne? Ez kell bárkinek. Ez most kell ez valakinek? És hogyha innen próbálod megeladni, utána egy elég nehéz helyzetbe kerülsz, mert már mélyen investálva vagy abban, már vettél 3 tilt-shift objektívet, meg nem tudom miket, és utána nagyon nehéz ugye egy másik irányra átállni, hogyha meglátod azt, hogy nincs rá kereslet. Ha egy kicsit ezt megfordítod, és onnan indulsz ki, hogy oké, nézzük meg, hogy ki az, akinek szüksége lehet fotókra. Ki az az embercsoport, hány éves, hol lakik, milyen célra kellenek nekik fotók, jelenleg milyen fotóik vannak, esetleg nem tudnak róla, hogy még valami máson is lehetne ezeket használni, ugye nem csak portrékra gondolok, hanem ugyanúgy interiőrtől mindenhol. Nézd meg, hogy külföldön mik vannak. És ha megfordítod, és onnan indulsz ki, hogy milyen igényei vannak a te célcsoportodnak, és arra te milyen megoldást tudsz nekik nyújtani, és onnan fejted vissza azt, hogy ezt hogy tudod a legmagasabb szinten csinálni a vállalkozásodban, akkor leszel igazán nyerő. Lehet, hogy én eszméletlen jól tudok extrém mountain bike-ot fotózni, mondjuk most már nem, mert az elmúlt 5 évben nem annyira, de annó szerintem elég jó szinten voltam benne. Volt olyan verseny, ahonnan az egyik pro rider elkérte a fotómat, mert annyira tetszett neki, mert én annyira éreztem, hogy mikor kell elkattintani a gépet, mivel benne voltam a sportban, tehát pontosan tudtam, hogy milyen trükk honnan fog a legjobban kinézni. De azt is láttam, hogy a világon van kb. 10-12 fotós, aki ebből meg tud élni. Ezért ideális volt az, hogy én innen Magyarországról egy extrém mountain bike fotós karriert fel tudjak építeni, tehát nem kezdtem el abba az irányba erőszakkal menni, hanem mentem a másik irányba, amit szerettem csinálni, a portré, és amúgy hobbiként megfotózgattam továbbra is mountain bike-ot, tehát nem kellett azt feladnom, viszont nem megélhetési forrásként tekintettem rá, hanem csak mint élvezeti hobbi dolog. És a másik oldalon meg próbáltam mint munka gondolni a fotózásra, és ez az, ami ugye sokaknak nehezére esik, és pedig egy fotós vagy bármilyen szakember attól lesz igazán kiemelkedő, hogy valamit nagyon-nagyon jól tud, és az konzisztensen mindig akármilyen körülmények között meg tudja csinálni. Csak ez ugye sok művésznek ez olyan, mintha... Hát a büdös, meg unalmas, meg nem tudom, mindig akar valami újat csinálni, de nem azért jönnek hozzám, hogy én most majd valami extra világítást kitaláljak neki. Ő azt szeretné, hogy ugyanolyan képet kapjon, mint ami a portfóliómban az összes emberről ott van. Ne. Ő pontosan egy olyat akar magáról, és én ezt tudom nyújtani, hogy 100%-os biztonsággal úgy fog hazamenni, hogy ezzel elégedett lesz, és már előre tudja azt, hogy mit fog kapni. Hát Balázs, biztos vagyok benne, hogy még rengeteg mindent tudnám mesélni, rengeteg sztorid van, de ez a videó is szerintem 30-40 perces, hogy biztos sikeredett, úgyhogy szerintem most zárjuk itt le. Szerintem nagyon sok mindent mondtál, amiből tudnak majd meríteni a nézők, úgyhogy ha bármi kérdésetek van egyébként Balázshoz, itt elhangzottakkal kapcsolatos, akkor nyugodtan kommentbe tegyétek föl. Egy-két hétig biztos vagyok benne, hogy Balázs fogja figyelni a komment szekciót, és válaszolni fog nektek a fotózással kapcsolatos kérdésekre. Jó, Balázs, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy elárultad itt, hogy hogyan lettél fotós, meg nagyon sok ötletet, tippet megosztottál velünk. Úgyhogy tiéd a szó, igen. Én is köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy itt lehettem. És ahogy Gergő is mondta, nyugodtan kérdezzetek bármit, nincs tabu téma, max nem válaszolok. Szuper, akkor köszönöm még ezt, itt voltál, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok! Sziasztok!